Üdvözlök mindenkit a mai beszélgetés alkalmával. Egy disztribúciót szeretnék bemutatni, ami árcs alapú. Két megjegyzés. Nem az volt a lényeg, legalábbis nekem, hogy ezt a disztribúciót annyira megismerjem. Gyakorlatilag felszerettem volna tenni egy Arch Linuxot, és így nézegettem, hogy milyen lehetőségek vannak, milyen új árcs alapú disztribúció van, mivel ugye a Hyperlandot szeretném egy kicsit tesztelgetni árcs alatt is, tiszta árcsalat is, nagyjából tiszta árcsalat is, nem nobara meg egyéb alatt. Ezért körbenéztem, és megtaláltam, illetve dicsérték ezt a disztribúciót, így ránézek, hogy mit fog tudni, melyikről is beszélünk, természetesen a Csacsi OS-ről. Természetesen az is egyértelmű, hogy nem úgy ejtik, hogy Csacsi, de nagyon hasonlít a neve, így én Csacsi OS-nek hívom, nem Csacsi. Egyébként nagyon jól néz ki, legalábbis első ránézése, az én szempontomból. Lehet, hogy más azt mondja, hogy eléggé fapados, de én úgy gondolom, hogy eléggé jó ahhoz, amit én szeretnék. Oké, tehát első körben miért is ezt választottam? Dunát lehetne rekeszteni az árcs alapú disztribúciókkal. Nagyon sokan nekiálltak csinálni így úgy amúgy ezeket azokat hozzá. Én úgy érzem, hogy azért totálisan mindegy, legalábbis egy szint felett, hogy melyiket rakjuk fel. Ezt nagyon dicsérték, hogy vannak olyan megoldások, hogy a kernel, tehát a rendszernek a lelke, meg egyéb programok is az AMD kártyákhoz, illetve az AMD CPU-khoz, tehát processzor magokhoz vannak optimalizálva, legalábbis a tárolókban van ilyen. Azaz egy picit kaptunk egy kis hátszelet AMD-esek, kiderül, hogy mennyit változik. Szerintem nem nagyot, de hogyha már van, akkor nézzük is meg, hogy ez hogyan működik. Illetve pár olyan gyorsításos dolgot beleraktak, ami igazából gyorsítja a rendszert. Illetve itt is egy kicsit saját célra fölraktam, mert az volt a célom, legalábbis másodlagosan, hogy azért az árcs vonalból se essek ki, meg természetesen a Hyperlandnak a tesztelése, játszadozása vele, mert nagyon tetszik, kíváncsi vagyok arra, hogy egy natív telepítés, tehát nem előre beállított, így pontosabb, nem nagyon előre beállított telepítésből mit tud kihozni az ember. Illetve hát még egy-két terveim is vannak ilyen árcs alapon. Lényeg, mi az, ami fontos? A. Megnézzük a honlapot, megnézitek a honlapot. Általában mindenki megnézi a honlapnak az első felét, a dicséreteket. A dicséretekre én nem nagyon térnék ki, mert gyakorlatilag elmondják azt, amit elmondtam. Van egy optimalizált lehetőség a kernelek közötti választásokra, ZRAM-ot meg egyebet használ, azaz nagyon-nagyon odafigyeltek, hogy gyors legyen. Különböző ütemezők azok, amik a feladatokat úgy nagyon durván mondom szétdobálják az emberek között, mármint a processzor magok a feladatok között, ők rakják ezeket össze, hogy hogyan működjön. Gyakorlatilag, na hát ez nagyon leegyszerűsített dolog volt, az ütemezők között is tudsz gyorsan váltani. Bevallom őszintén, igazából soha nem teszteltem azt, hogy egy másfajta ütemező, ami a kernelben van, normál ember nem találkozik vele, hogyan gyorsítja vagy lassítja a dolgokat, ilyen nagyon-nagyon kis töredék részbe, százalékba, ezrelékbe változhat a dolog, de hát nyilvánvalóan, hogyha már ez benne van ebben a rendszerben, hogy ezeket lehet állogatni, akkor természetesen megemlítettem, de nekünk nem ez a lényeg. Tehát ami a lényeg, megkeresitek ezt az oldalt, gyakorlatilag a kernel leírások itt vannak, azaz, hogy a kerneleket hiába csinálják meg 5-6-7 akárhány darab optimalizált, ha nem váltogatsz. Oké? Tehát itt gyakorlatilag az a lényeg, hogy a változatok, a kernel változatoknak a alapjait elolvassátok. Eldönts, hogy neked melyik a fontos. Nem lesz olyan, hogy az egyik nagyon-nagyon rossz, a másik meg nagyon-nagyon jó, hanem egy picike kis eltérések lehetnek. Én úgy gondolom, hogy ha már itt ők ezt elkészítették, úgy tesztelési szinten, hiszen véletlenül ez az operációs rendszer hamar lekerül, hiszen elmondott céllal került fel, akkor kipróbálhatod, nem vesztesz semmit. Bedől a rendszer, esetleg nem tetszik, újra telepíted, hiszen tesztrendszerről beszélünk. Tehát itt valóban van egy olyan jó nagy lehetőség, hogy akinek van ilyen vénája, ezeket a kerneleket, a rendszer magokat, ők tudják tesztelni, nem saját maguknak kell lefordítani, elkészíteni, nem készen kapják. Oké, következő gondolat, hogy a Csacsi Linux, Csacsi OS Linux, az bizony olyan idegenül hangzik. Én is először azt mondtam, hogy a fene ilyesmi nincs, de a 12. a listába.
12. a listában, ott van az Antixnál, a Nobaránál, a Garudánál, a NixOS meg a 17. Tehát vannak ilyen változások a sorrendekben, főleg ez a másodkategória, tehát nem a szokásos MX, Debian, Ubuntu, Mint, Manjaro, tehát nem ez, hanem az alatta lévő részben, úgy jönnek fel az újabb, érdekesebb operációs rendszerek a Linuxnál. Nagyon-nagyon jó dolog, mert minél jobban változnak ezek a dolgok, minél jobban jönnek az újak, annál jobban, annál kényelmesebben elérsz egy-egy olyan disztribúciót, ami a te gondolatodnak megfelel. Nem biztos, hogy használni fogod, de legalább ki fogod próbálni. Ki tudod próbálni, ki tudsz próbálni olyan előre beállított technikákat, amire én bevallom őszintén, ilyen kernel fordítása, kedvem, időm nincs. Persze 1%-kal gyorsabb lesz a gép, de hát a mai gépeknél nem számít. Oké? Tehát gyakorlatilag ennyi az egész. Letöltöd, berakod, hát legalábbis én beraktam egy pendrive-ra. Oké, ennyi felvezetés után nézzük is meg a telepítést. Miután elindítottam pendrive-ról, megkaptuk az alapképernyőt, ő ez. Gyakorlatilag az egész akármiből, hiszen mi már tájékozottunk a honlapján itt-ott, hogy ez tetszik vagy nem tetszik, a installálás lesz számunkra fontos. Ahogy észre lehet venni, egy KDE felületet kapunk, hogy ez mennyire jó választás. Én azt nem fogom vitatni, ennél kisebb környezetet is fel lehetett volna rakni a pendrive-ra, de gyakorlatilag én úgy gondolom, hogy jelen pillanatban teljesen mindegy, mert a KDE-t be tudod állítgatni, arra, hogy a képernyők installálás alatt ott legyenek, ahol kell. Nekem fontos, hogy a monitorok ott legyenek, ahol kell, hiszen felvételt készítek. Én nem csináltam más változtatást, csak és kizárólag annyit, hogy magyar billentyűzetet installáltam, illetve, hogy lehet látni, az OBS Studio-t felraktam. Eljutottunk odáig, hogy igazából megjelenik az ablak, és installálással lehet bökni. Azt kell mondanom, hogy az installálás egy picit lassú. Azaz ilyenkor nem kell rögtön ötször rányomni, mert ötször megjelenik ez az egész. Oké. Kiválasztod azt, hogy Grub, vagy Systemd Boot, vagy Refind, vagy egyéb legyen. Ha nem tudod, hogy mit jelentenek ezek a szavak, Google, megnézed, hogy mennyire jó, mennyire nem jó, és mit szeretnél. Az alapbeállítás a Systemd Boot, hát hogyha az, akkor fogadjuk el. Fogadjunk el alapból tesztelésre mindent olyat, amit ő beállított, hiszen a rendszert teszteljük, nem a saját állogatást. Egy picit pörög, azt tudni kell, hogy viszonylag lassú az installációja, mert ő állandóan az internetre csatlakozik, és iszonyat boldog azzal, hogy az új csomagokat tölti le, ezt tud. Tehát erre azért fel lehet készülni, felismerte a magyart. Oké, mehetünk tovább, következő. Hol vagyunk? Budapest felismerte, hogyha szeretnél valamit változtatni, változtatni tudsz. Ha szeretnéd kinagyítani egy kicsit a installációs ablakot, akkor azt is meg tudod tenni, de nekem azért jó az, hogy ilyen pici, mert időnként a háttérbe futó leírásokat meg tudom nézni, tehát követni tudom, hogy ő most csinál valamit, vagy éppen lefagyott, nem szokott lefagyni. A beállítás nagyon egyszerű, megvan Budapest, Európa, ha változtatni kell, változtatsz, és következő. Érdekes mód, a következőre kell kattintani, nem ide, de hát természetesen ez így van megoldva, kész kalapkabát. A billentyűzetet óvatosan és ésszel állítjuk be, miért? Mert nyilvánvalóan, hogyha angol karaktereket, ide-oda jeleket, ilyen-olyan jeleket teszünk a jelszóba, és a magyaron, a véglegesen, esetlegesen más lesz, vagy fordítva, vagy akármilyen felállásban, itt más, ott más, akkor nem biztos, hogy a jelszót el fogja fogadni. Természetes, ezt mindenki tudja. Következő. A következő a szokásos dolgot jeleníti meg. Itt már nem akarom elmondani a 101. telepítés után, amit már együtt megcsináltunk, hogy oda kell figyelni. Alfája és omegája. Én erre szoktam telepíteni, mindig erre szoktam telepíteni, tehát tesztrendszert erre telepítem. A szokásos a meglévő mellé szeretnéd telepíteni, ha meglévő mellé telepíted, akkor természetesen a meglévőből levág, tehát egy operációs rendszer fent van, vélhetően Linux, abból levág egy területet, összezsugorítja azt, és az új területet formázza le. Ezt azért érdemes elmondani. Tehát elméletileg adatvesztéssel nem jár.
mivel hogy ezen a rendszeren, illetve ezen a lemezen most van egy másik operációs rendszer, Linuxos operációs rendszer, amivel próbálgatok ezt-azt, most zsugorítás lesz. A legegyszerűbb egyébként mindenképp a törlés. Megmondom miért. A törlés mindenképp azért a legegyszerűbb, mert akkor letöröl mindent, megcélzod azt az egy darab lemezt, erre azért figyelj, azt az egy darab lemezt, és akkor nem lehet benne hiba. Megmondja, hogy válasz ki azt a partíciót, amit zsugorítani szeretnél, nyilvánvalóan a rendszer partíciót fogod zsugorítani, nem a swapot meg egyebet. Azt hiszem egyértelmű, különben se férne oda fel. Oké, zsugorítás, ő fölajánlja, nagyon ügyesen, nagyjából a felét. Nagyjából a felét fölajánlja, de hogyha szeretnéd ezt így egérrel tudod mozgatni, meg leolvashatod, hogy mekkora. Gyakorlatilag, mivel ez kettő darab tesztrendszer, és nem fogja megérni a jövő hétvégét, én úgy nagyjából hagyom így, amivel odapiszkáltam. A következő, az izgalmatos dolog az asztali környezet ablakkezelő kiválasztása. Én mindenkinek azt mondom, hogy a legegyszerűbb az, hogyha nincs valami konkrét, tehát ki akarod próbálni ezt az árcsalapú rendszeredet, akkor azt tedd fel, ami neked tetszik. Nincs annak nagy értelme, hogy életben nem használtál árcsot, és felteszel egy olyan asztali környezetet, vagy esetleg ablakkezelőt, amit szintén nem használtál, és belekavarodsz, tedd fel, amit használsz, nagyjából minden be van állítva, hogy használni lehessen, és akkor nincs semmi baj. Nem lesz olyan, hogy ezt se tudod, meg azt se tudod. Én természetesen nem egy meglepetés, a Cinnamont fogom választani, kíváncsi vagyok, hogy mennyire állították be. Vaciláltam a Hyperland között, én bevallom őszintén a Hyperlandot választottam volna, de bemutatásra a Cinnamont szeretném. Érdekel mindig, hogy a Cinnamonnak, a Linux mintnek az egyik alap ablakkezelője, asztali környezete, mennyit fejlődik, mert amilyen egy ciklusokban van a Linux mintbe az új kiadás, akkor mindig van egy elmaradás a Cinnamon, az asztali környezet, az asztalnak a miensége, a programoknak a miensége, meg azt, amit én tudok használni. Pici késés van, nyilvánvalóan ennek egyetlen egy nagy oka van, ami a Linux mintnek a legnagyobb előnye, és az Arch-nak éppen a hátránya, hogy a Linux mint atomstabil. Az Arch-sal lehet probléma, hiszen azonnal áttolják neked a frissítéseket, a friss verziókat, és abban azért lehet hiba. Oké, maradjunk a Cinnamonnál, következőre kattintunk. Oké, a szokásos, nagyon jó véleményem szerint, nagyon jó, hiszen aki Arch-ot használ, azért valamicskét tud, nagyon jó kis cuccocskát meg fogod kapni, amiben beállogathatod, hogy mit szeretnél telepíteni. Na hát itt van két dolog. Ebbe én belefutottam régebben, és elmondom nektek, hogy mire kell gondolni. Ha itt nem választasz ki semmi egyebet, mint amit ő saját maga fel akar rakni, gyorsabban felmegy. Ha pedig sok mindent kiválogatsz, akkor természetesen lassabban fog felmenni. Logikus dolog, de én jártam úgy, mindent bepipáltam, már jó, hogyha fönt van, meg különben is meg akarunk nézni mindent, aztán azért jócskán eltelett az idő, amíg fölkínlódta magát. KDE-t nem teszünk, GNOME-ot nem teszünk, figyeljetek arra, hogy a GNOME vagy a KDE az nem csak a GNOME rendszer, hanem a hozzátartozó programok, és ha vannak olyan programok, amik a GNOME-nál vagy KDE-nél megtetszettek, akkor azt ki tudod itt választani. Nem csak az asztali környezet elnevezése fontos itt neked, hanem az, hogy az hozzátartozó programocskákat föl tud rakosgatni egybe. Oké, XFCE, ahogy lehet látni, sok minden. Hát nyilvánvalóan mindenki sejt, hogy én most a Hyperlandot be fogom pipálni, az most ilyen kedvencem, megnézzük, hogy mindenfélét fölrak-e, oké, másra mi esmire lesz szükségem? Na hát a CPU-specifikus mikrokódot bepipáljuk, illetve nem pipáljuk ki, Firefox és az egész nyelvi csomagrendszer menjen föl, nyomtatni akarok, HP printert igen, támogatni szeretném, tehát ne úgy, hogy egy szkennered, vagy printered, vagy nyomtatod, vagy akármi, ami ebbe a csoportba tartozik, az HP-s utólag kelljen felrakni, én azért mindent hagyok úgy, ahogy kell, ahogy be van állítva. Egyéb dolgok, nem fogok ezzel semmit tenni, oké. A Hyperlandot feltettük, Cinnamonban megnézzük, hogy mindent felrak-e, mert azért fontos ez nekem. Igen, mindent felrak, gyakorlatilag ebből nem lehet kivenni semmit.
nyomtató konfigurációs cuccok legyenek fönt, mert megkönnyíti az életedet, a terminál tetszik, nem tetszik, egyéni dolog, de a rendszerhez, amit te használsz, hozzáadott terminál, lehet, hogy az életbe egyszer se veszed elő, mert te Kittit, vagy Alacritit, vagy egyebet használsz, de azért legyen már fönt, mert hogyha baj van, ahhoz hozzá tudsz nyúlni, általában azzal nem szokott semmi gond lenni. Oké, mást nem akarok, egy picit sokat beszéltem azt, hogy én épp például a Hyperlandot felrakom, de hát az most egy egyéb dolog. Oké, a teljes nevem még mindig Laci, ő megmondta, hogy Laci, én azt mondom, hogy ilyen hosszú gépnév nem kell. A gépnév azért fontos, mert a gépnév jelenik meg a terminálba. A gépnév azonosítja a te gépedet jelen pillanatban, azért, hogyha a terminált használom, ránézek, és látom, hogy melyik rendszeren vagyok, az nekem nagy segítség, mert hogyha egy rendszert beállítok, A rendszer, B rendszer, C rendszer egy gépen, az nagyjából ugyanúgy néz ki. Tehát jó, ha tudom. Oké. Ennyi a jelszó, titkos három darab a betű, el ne áruljátok senkinek, oké? A jelszó túl rövid, akkor úgy jártunk, hogy túl rövid. Ugyanezt a jelszót használja az adminisztrátorként. Igen, természetesen nem enged tovább, akkor ennek örömére kap még 1-2-3, 1-2-3 a betű, tehát 6 darab a betű lesz a jelszó. Hogy jó ez, hogy vagy nem, az igazából engem nem zavar, hogy 3 vagy 6 darab a betű, tehát ellenőrzi az összetettséget. Ha ellenőrizné rendesen, akkor a 3 darab, 6 darab, akárhány darab a betűre kivágna, hogy bocs tesó, ez nem jó, de maradjunk abba, hogy én ezt választottam. Azért normál rendszerbe, normál mennyiségű és össze-vissza karaktereket szoktam használni. Következőre megyünk. Ő még egyszer kilistázza, ahogy megszoktuk, hogy mit, hogyan csinál. Gyakorlatilag a egyéb érdekességek megvannak, hogy mit, hova telepít meg egyéb. A lényeg amúgy az, hogy mire telepítesz. Itt a méretből én sejtem, a leírásából sejtem, hogy ez az a lemez, és ezt jobb, ha tudod, ha rengeteg lemez van a gépedben, hogy arra kell telepíteni, amire szeretnéd, és azt háromszor megnézni, telepítés. Most van 14-15, a telepítés gombot most megnyomtam. Oké, ő végrehajtaná a dolgokat, telepítés most, igen, telepítés most, vagy menj vissza, vagy csukd be az egészet. Eldöntöd, ez egy fontos dolog, elkezdi formázni, piszkálgatni a lemezedet, vedd figyelembe, hogy nem csak leformázzuk, hanem a méretet meg is változtatjuk, felkeltású dolgot csinálunk, tönkrevághatod a rendszeredet, hogyha rosszra, rossz lemezre, nem a cél lemezre telepítesz, telepítés most, és el fog indulni. 15-kor indult. Nem kell megijedni, időnként előugrik egy ilyen kis ablakocska, ami informál, hogy éppen mit csinál. Gyakorlatilag a Batsmannak, a telepítő, a csomagkezelő rendszernek a logját fogja neked ide kirakosgatni. Hát igazából nézegetheti az ember, izgalmas, az eredeti nyitóképernyőnek a megnyitott alján is látod, de akit érdekel, megnézheti. Megnyugtató, hogy fut, tehát az, hogy mozog. Nagyon megnyugtató. Legalábbis nekem. Ő csinálja a saját dolgát, nem fogunk ezzel semmit csinálni. Ha probléma van, el tudjuk olvasni véletlenül, hogy milyen gondja, panasza, bánata van. Mivel lefutotta az egész munka 22, tehát 7 perc alatt, ebből egy másfél perc volt az, amikor átrendezte a merevlemezemet, illetve a kártyát, amire telepítettem, a többi a telepítés. El is indítottam újra a rendszert, gyakorlatilag mit látunk? Azt látjuk, amit látunk. Ezt most azért emeltem ki, mert gyakorlatilag előfordul, hogy valaki azt mondja, hogy én tüntettem el a háttérképet, háttérkép nélkül kapjuk a rendszert. Egy fekete háttérképet kapunk, ez Cinnamon. Tehát aki használt Linux mintet, az egyértelműen rögtön látta, hogy ez egy Cinnamon, Cinnamon beállítások, de nagyon kevés beállítással. Azt kell mondanom, gyakorlatilag a beállítások nagy rész nullák, azaz alap beállításokat kapunk. Ez két esetben nagyon jó. Egyik esetben arra nagyon jó, hogy megérezd azt, hogy a Linux mintes emberkék, akik neked beállították előre a rendszert, amikor a Linux mintnél a Cinnamont választod, akkor egy jó rendszert kapsz, egy jó előre beállított rendszert. Ez se rossz, csak azért lesz rajta egy kis kézimunka. Ami nem baj, ez a másik fele, másik örömír, magamnak tudom beállítani. Miért fontos ez nekem? Azért,
mert általában, hogyha felteszel egy jól beállított rendszert, egy szépen beállított rendszer gyorsan átfut az ember a beállításokon, aztán jól van ez így. Ők tudják. De hogyha egy olyan rendszert kapsz, amin azért lehet egy kicsit faragni, sőt kell is, bár engem ez a sötét, üres háttér nem zavar, kell egy kicsit rajta faragni, akkor minden beállítást egyesével visszanézel. Megnézed, hogy mit állítasz, hogyan tudod állítani, hogyan tudod például magyarrá tenni a cinnamonodat, és akkor egy kicsit elmélyedsz a rendszerbe. Na jó, hagyjuk. Következő gondolat az, hogy amit most mutatok nektek, az egy alaptelepítés. Annyi a változás, hogy az OBS fent van, illetve a VLC videó, illetve a VLC videó lejátszót feltettem, hogy meg tudjam nézni azt, hogy az OBS jól veszi fel a dolgokat. Ennyi. Tehát itt semmi változás nincs, illetve hát ide kitettem a komputert, meg hát a monitorokat beállítottam. Nézzük is meg, mi az, ami igen érdekes. Itt van a terminál. Elindítod a terminált, mit látsz rajta? Mit látsz rajta? Gyakorlatilag azt látod rajta, ami egy nagyon fontos dolog, hogy ő a fish elnevezésű shellt használja alapból, legalábbis ezek szerint. Semmi baj vele, csak én ezt nem szoktam használni, ha bast vagy ZSH-t szeretnél használni, nyilván átállított, érdekes, érdekes. Olyan 1000 darab csomag van fönt, 961, hogy a VLC meg az OBS mit hozott fel, azt nem tudom, de nem túl sokat. A következő kírja, hogy a fish a shell, illetve természetesen egy viszonylag új, egy nagyon új kernelt kaptunk, a 6.10-es, a többi igazából a Cinnamonnál meg tudod nézni az, hogy 6.2.7-es van. Én ez egy picit ilyen, hogy is mondjam, tapogatózás, hogy az új Cinnamonok mit tudnak, mielőtt fölteszem a 22-es Linux mintet, és akkor esetleg egy kicsit előre gondolkodok. A Cinnamon és X11 alatt fog futni jelen pillanatban. Jelen pillanatban így van beleítva, természetesen futtathatod VLAN alatt is, az valóban beta teszt szintű dolog. 2,12 GB-ot foglal el, ez nem kevés. Ez nem kevés. Hozzáteszem, akkor sem kevés, ha Cinnamon, és akkor se kevés, hogyha az OBS fut mellette, akkor többi igazából lényegtelen. Tehát fish, hát nem igazán fogyaszt keveset. Én nekem az az érzésem, de úgy gondolom, hogy majd megnézem, és esetleg, ha el nem felejtem, akkor beírom a videó alá, vagy a videóra azt, hogy mondjuk egy Linux mint alatt, satsz per kb. Ez a indított dolog mennyit fogyaszt, mennyi a memória fogyasztása. Oké, induláskor már megszokott módon kapunk egy ilyen köszöntő akármit, hozzáteszem, ki lehet kapcsolni. Elsődleges feladatod az, hogy kikapcsold. Gyakorlatilag azt kapjuk, amit telepítés előtt is kaptunk, azon kivétellel, hogy nem installációs lehetőség van, mármint operációs rendszer installáció, hanem a szokásos 2 darab választás. Egyik a beállításokhoz tartozik, másik az installációs rész, mármint program installációs rész. Nézzük is meg ezt a program installációs részt. Gyakorlatilag én azt kellem mondani, hogy nem egy olyan nagy dolog, ilyesmit már láttunk az MX-nél, mindenhol kényelmes kezdőknek, kényelmes, nem kell a sudo, pacman, kötőjel, s, meg beírogatni, meg egyéb, hanem itt ki tudod választani a főbb programokat, nem nézzük végig, egy-két helyre benézünk, ami engem is érdekel. Én most látom először ezt a rendszert, tehát ez élőbe megy idézőjelbe. Én is azt az érzetet kapom, amit ti kaptok, amikor egy teljesen új rendszert felteszek. Hát bizony, megnézzük, hogyan működik, mi van benne. Hát a böngészők, nyilvánvalóan van Chromium, Firefox, Opera a szokásos dolog. Én egyet hiányolok, oké, ez az én hepajom. Tehát a Vivaldit hiányolom, jó kis cucc. Mi van még itt? E-book olvas, az nagyon kellemes dolog, a Calibrate-t én napi szinten használom. Editorok, text editorok között megnézzük, hogy ott van-e, ami nekem kell. Hát igazából nincs ott, gyakorlatilag ennyi. Nyomtatások, PDF, grafikus csomagok között, audio lejátszó, megnézzük, hogy milyen audio dolgokat tesz fel. Hát most mindenki ránéz, és mit hiányol az Audio City-t. Ocean Audio nem biztos, hogy minden rendszerbe kellene, de hát nyilvánvalóan egy Audio City azért elvárt lenne. Szerintem, hogy itt egyszerű telepítés legyen.
menetések között, backup rendszerek között mit kapunk? Hát ezeket egyiket se használom, én a Lucy backupot használom, oké, ízlések, dolgok, és utána bepipálod, ennyi, megvan egy upgrade-elési lehetőség. Igazából ennyi, végignézegeted a kategóriákat és fölrakod. Ha Archot fogsz használni folyamatosan, és ez jó tanács, jegyezd ki egy jegyzettömbbe, vagy akármibe, tehát egy text file-ba az, hogy mit használsz, miket telepítesz, milyen csomagokat, és utána már automatikusan tudod telepítgetni, és az ilyen bökögetős dologra nem lesz neked szükséged, visszalépünk. Lehet látni a kinézete, lehet, hogyha a KDE-t tettem volna föl, szebb lenne, de eléggé. Eléggé egyszerű, mondjuk engem nem nagyon zavar, én szeretem az egyszerű kinézeteket. Oké, appok és a beállítások, milyen beállításokat kapunk? Az elején kapunk, mármint legfelül egy-két beállítási lehetőséget, értelemszerűen ami kell, azt bepipálod, értelemszerűen ami nem kell, nem pipálod be. Ha véletlenül Bluetooth-t szeretnél használni, általában szoktunk használni, itt is bepipálhatod, de esetlegesen, aki egy kicsit terminálosabb ember, ő neki terminálból fölrakosgatni, beállítgatni, elindítani, az egy kényelmi dolog. Legalábbis, aki szereti a terminálokat. A következő rész teljesen ismerős, gyakorlatilag azt hiszem a Nobarába is, szebb kivételbe, ugyanezt megtaláltuk, upgrade-elni tudsz, el tudod törölni a chest-t, vagy kitöröld az átmeneti állományokat, az árvákat letörlöd, tehát ilyen alapszintű feladatokat meg tudsz vele csinálni, gyakorlatilag ugyanazt a szöveget nem szeretném elengedni, amit az előbb elengedtem, hogy hát aki igazából archozik, annak jó lenne, hogyha a terminálos dolgokat megtanulna, megkedvelném, ezeket a feladatokat egy-egy terminálos parancsal el tudod végezni, és az valóban rendszer közel, mint hogy elindítasz egy programot, ilyen egyszerű dologért, hogy system update. Tehát oké, tehát maradjunk annyiba, aki Archot használ, az jobb lenne, hogyha terminálban megoldaná. A következő lehetőség, ami nagyon aranyos, meg használható is, jobb, mint az előző, egy csomagtelepítő installálós része, rá kattintasz, csak az audióban nézünk bele, mert teljesen fölösleges nézegetni, mi van itt bepipálós telepítéssel, hiszen nyilvánvalóan terminálból telepítjük a programokat. Látható többet kapunk, ahogy az előbb én hiányoltam, itt az Audio City is megvan, rengeteg programot gyorsan. Tehát itt az a lényeg, hogy megnyitod, végigfutsz rajta, bepipálod, ráokézol, és utána természetesen az összes program, amit bepipáltál, vagy leszeretnél venni, akkor kipipálod onnan, akkor az feltelepül vagy letelepül. Ennyi az egész, egy kényelmi dolog. Itt meg tudod nézni az összes csomagot, nagyjából ehhez hasonló szokott lenni az MX Linuxnál, ott egy kicsit fejlettebb, hozzáteszem, több minden van. Azt gondolom, hogy egy Archhoz első körben egy nagy segítség, hogy kikeresed a programot és ráböksz, és nem terminálozol, de szok meg a terminált. Oké, a következő, harmadik fülön mit látunk? Azt látjuk, hogy bizony, hogyha valamit elvégeztetnénk vele, akkor a terminálos kimenetet, a terminálos hibajelet, vagy a hibajel hiányát meg tudod nézni, hogyan futott le. Ennyi. Kényelmes? Az. Használni fogom? Nem. Az első időben használja az ember, egyébként nem. A Csacsi OS-nek van egy nagyon jó kis dolga, a kernel menedzsert. Rákattintasz, és azokat a kerneleket, aminek a leírását, megint hangsúlyozom, amelyeknek a leírását ott elolvasta, tehát nem össze-vissza földobálunk mindenfajta kernelt rendszermagot, és azt aktiváljuk, meg leszedjük, meg egyéb, hanem azért ezt utána olvasol azon a honlapon, hogy melyik mit tud, kell-e neked, vagy nem kell-e neked, és utána kiválaszthatod a kernelt. Itt van egy olyan beállítási lehetőség, hogy az időzítőket, azt hiszem ez a pontos megfelelője a fordításnak, időzítőket változtatni tudod. Elméletileg nem próbáltam ki, elméletileg menet közben is, tehát nem kíván egy új indítást. Kíváncsi vagyok ez, hogyan működik, de nyilvánvalóan nem videófelvétel közben fogom kipróbálni. Oké, tehát hogyha tudod, hogy mi az, akkor szépen be tudod állítani. Nem lesz egy iszonyatos változás a rendszeredbe, nem lesz felgyorsulva, de akit érdekel ilyen beállítások, lemérem, hogyan, miképp működik valami, ő itt most kényelmesen tud dolgozni. Konfigurációk. Na hát ez már megint egy olyan a téma, ami valóban jó,
ha tudod, mire való, én nem fogok hozzányúlni. Ha szeretnéd használni, a kernelnek különböző paramétereit, különböző beállításait egy kicsit kényelmesebben meg tudod tenni. Itt valóban kőkeményen rá kell menni, hogy tudd, hogy mit pipálsz be, mert minden jó igaz, teljesen jó, be fogjuk pipálni az összeset, és akkor jobb lesz, nem így működik. Erre azért figyelj, a patcheket, a javításokat, hogy melyiket használod, hozzáadsz, elveszel belőle, ezek azok, amik a fővonalú kerneleken kívüli javítások, változtatások, egyebek, hogy mit használsz, mit nem, én megmondom, mit fogok használni, az alapbeállítást, ahogy kapom, miért, mert ehhez már nem nagyon értek. Tehát legyünk őszintek, én nem fogok ezzel vacakolni, van annyi rendszermag, ami között bőven tudunk változtatni, válogatni, nézelődni, próbálgatni. Oké, ennyi, amit pluszba kapsz. Azt kell mondanom, hogy inkább azoknak van, akik vagy nagyon kezdők, telepítés, vagy már szeretnének belenyúlni olyan dolgokba, amiben esetlegesen alapban, ezek nélkül, a programok nélkül nehézkesebb. Tehát legyünk olyanok, hogy tudjuk, hogy mihez értünk, illetve hogy melyik lehetőségeket használjuk ki. Mi az, amit telepítettek? Gyakorlatilag az összes, nem egy év. Van egy Rofi, ez egy kényelmes szelektor, ez az, amit ugye általában használni szoktunk, ablakok megjelenítése és kiválasztása, program, futóprogramok kiválasztása, meg egyéb. Volt róla cikk, szerintem nagyon kényelmes, hogy ők éppen ezt felrakták, kényelmes dolog, ha be van állítva, sok mindent tudsz vele összeállogatni magadnak, fejlesztés, nem sok minden, grafika, ennyi. Egy szkennelő program, amit szerintem senki nem használ, de biztos, hogy jó, hogy fönt van. OBS, azt én raktam föl, Pulse Audio, az oké, okay, VLC, én raktam föl. Tehát gyakorlatilag az ötből három, amit ők raktak fel. Internet, a keresőjüket megnézzük, illetve fönt van a Firefox. A keresőt most megnézzük, mert elfelejtem. Hát egy egyszerű keresőt kapunk, nem túl sok minden, gyakorlatilag importálni tudod a könyvjelzőket és keresni. Hogy gyorsabb és biztonságosabb, mint a Firefox? Nem tudom, ők biztos azt fogják mondani, ki kell próbálni. Én bevallom őszintén, és ez nagyon óvatos megfogalmazás, maradok a fősodorbeli, tehát mindenki által használt, Vivaldinál, akár Firefoxnál, akár minél, ami a fősodorba beletartozik, ilyen saját beállítású akármikkel nem szoktam kísérletezni, mert hogyha az adott oprendszerhez, disztribúcióhoz tartozik, akkor ha beállítod magadnak, testre szabod, és másiknál nem tudod feltenni, akkor nincs nagy értelme. Oké? Tehát nem azért mondom ezt, hogy ez rossz, nem is használtam, így nem mondok róla véleményt, de nem szoktam olyasmiket használni, ami egy oprendszerhez hozzátartozik, csak azon tudod futtadni, mert hogyha váltasz, utána vagy hiányolod, vagy barkácsolsz vele, nem olyan egyszerű. Tehát általános fősodorbeli cuccokat érdemes használni ilyen téren is. Oké, internetkellékek, HP, föltettük, igen, kvantumkezelő, a KDS színes cuccait beállítja máshol, nyilván egy Nemo-t kapsz, Vim-et kapsz, hát jobb lett volna NVim, de hát most ugyanaz a kettő, ki mit szed, adminisztráció, BTRFS fájrendszer van, tehát erre azért oda kellene figyelni, hogy aki nem nagyon ismeri, nézze meg a régebbi dolgokat, mármint videóimat, a B-topot megnézzük, mert ez olyasmi, mint a H-top, de őt B-topnak hívják, és egy picit szebben néz ki, vagy csúnyábban ki, hogyan tudja. Grafikusan ábrázolja a dolgokat, fel tudsz bármelyik operációs rendszerre, mármint Linux operációs rendszerre, disztribúcióra ilyesmit tenni, látod a memóriafogyasztást, hát igen, nem kevés. Tehát nem kevés memóriát szoktak használni, nem kevés helyfoglalás van. Oké, az, hogy kevés, nem kevés, sok vagy egyéb, a mesztelen Arch felrakáshoz ez egy picit sok. Esetleg egy Linux minthez nem sok. Oké, tehát ezt így vegyétek meg, kicsi, sok, kevés, ez mindig olyasmi, amivel vitatkozni szoktak. Én azt gondolom, hogy amit tud ez a rendszer, ahhoz képest 1,2. 1,2 fogyasztás az nem sok. Nem sok, nem kevés, nem 300, 400,
de nem is egy meztelen i3 VM-et futtatok. Oké, tehát ez egy elfogadható véleményem szerint. Legalábbis véleményem szerint ezt becsukjuk. Ezt is becsukjuk, na hát ezt is becsukjuk, lehet, hogy kevesebb lett volna a fogyasztás, ha mindent becsukhatok, de hát ez van. Az adminisztrációs dolgoknál a szokásos dolgokat kapod meg, az oktapit megnézzük, hát ha valaki nem ismeri. Ez az, amitől én általában falnak megyek, hogy ilyen félgrafikus megoldások vannak telepítéshez. Igazából Arch-nál elvárás az én szemembe, saját magam felé, tehát ezt így értsétek, hogy a telepítést, admin feladatokat terminálba végezzek el. Az ilyen, félig olyan telepítős dolgokat nem kedvelem. Akkor már legyen egy szép grafikus felület, mert azt nem szoktam használni, ennyi. De kezdőnek nagyon jó, hogy szépen látja a dolgokat, vagy legyen terminál. De ez a kettő közötti dolog jó, de nem hatott meg soha. Beállítások, szokásos beállítások vannak, nyilvánvalóan a Cinnamon beállítását kapod, azokat a rendszereket kapod meg, ami ahhoz tartozik a KDE, akkor KDE-jét kapnád meg, azt hiszem egyértelmű. Oké, ennyi a beállítások, illetve a szokásos helyek, illetve előzőleg megnyitott eszközök, fájlok, állományoknak a listája. Szokásos dolog, tehát egy meztelen Cinnamont kapunk, hát ennyi. Ennyit tud ez a rendszer, én összefoglalnám ennek a rendszernek a lényegét, gyakorlatilag kapsz egy meztelen Cinnamont, ami így, ahogy be van állítva, alapbeállításokat kapsz. Ennek nagy előnye, hogy úgy állogatod, ahogy akarod, nem kell átállítani, hanem beállítani. Nyilván, ahogy lehet látni, a beállítási eszközök, azok ott vannak, tehát bármit be tudsz állítani. Ahogy pár percig, fél óráig próbálgattam a rendszert, nézegettem ezt az benne. Ahogy én itt most érzem, ennek a sebessége nagyjából, természetesen ez egy új rendszer, így kell érteni, nagyjából megfelel a Linux mintes Cinnamon telepítésnek, ha kényelmeset akarsz választani, és mindegy neked, hogy mi van mögötte, Debian, Ubuntu vagy Linux mint, akkor nyilvánvalóan a Linux mintet érdemes választani, mert az előre beállított, sokkal szebben beállított rendszert kapsz. Ha Arch-ot akarsz, és Cinnamont, vagy akármit, akkor természetesen ez a telepítési rendszer, ez a csacsi Linux, gyorsan földobál mindent, plusz ráadásul ott van egy csomó olyan kernellel való, rendszerrel való piszkálódás, játszadozás, ami egyébként a Garudába is, a Nobarába is megvan, tehát nem csak itt, máshol is megvan, akkor érdemes ezt használni, de neked kell eldönteni. Köszönöm szépen, hogy meghallgattatok, remélem átláttátok, hogy mit tud, illetve mit nem tud ez a operációs rendszer, illetve Linux disztribúció. Véleményem szerint ez valóban csak a magánvéleményem, aki szeret kísérletezni, szeret ezt-azt csinálni, gyors telepítést akar, egy picikét előre beállított dolgokat akar, nagy lehetőségeket a kernel szinten, tehát kényelmesen a kernellel való dolgozással, esetleg más beállításokat is szeretne kipróbálni, effektív kockázat nélkül. Nyilvánvalóan a saját élő rendszerünket, amivel dolgozunk, az nem olyan könnyedén babráljuk, próbálgatjuk, de arra egy ilyen másodtelepítésű Linux, lehetőleg Arch, mert gyakorlatilag az Archnak megvan az előnye, hogy mindent időben, hamar és azonnal megkapunk, megvan az az előnye, hogy rengeteg hiba előkerülhet, tehát jól belejön az ember a javítgatásokba, akkor esetlegesen ez is egy jó telepítési dolog lehet. Az, hogy éppen én miért tettem föl jelen pillanatban mellékes, és vélhetően későbbiek folyamán csinálok a Hyperland részéről, illetve avval való munkáról, annak a szépítészeti dolgairól egy videót, de egyelőre búcsúzom, mindenkinek jó Linuxozást kívánok, sziasztok!